Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A véleményem az tulajdonképpen három részből áll. Az első része az az útbiztonság 2008-as irányelvnek a felülvizsgálata. A második része az automatizált mobilitás stratégiája, és a harmadik pedig az EU on the move bizottsági közlemény. Azt mondhatom az elsővel kapcsolatban, az útbiztonság 2008 irányelv felvizsgálatával kapcsolatban, hogy a beérkezett 19 módosításból talán a legfontosabb része az, hogy a szubszidiaritás elvét mindenképpen fenn kell őt tartsuk. Szóval azokat az útvonalakat, amiket ki szeretnénk jelölni, főúttá szeretnénk nyilvánítani, mindenképpen a regionális szereplők meghallgatásával kell, hogy ez történjen. Regionális szereplők, utána a nemzeti szint, és utána pedig az európai szint. Ezt mindenképpen meg kell tegyük. Viszont nagyon fontos még megjegyezni itt, hogy a TEN-T hálózatok, ugye ez nem lehet pénzkérdése, hogy a biztonság bizonyos régiókban, ahol van megfelelő gazdasági háttér, ott ki tudjuk alakítani a TEN-T hálózatok által megkövetelt igényeket, vagy nem tudjuk kialakítani, mert nincs rá pénz. Szóval egyfajta forrást kellene biztosítani ahhoz, hogy ezeket a biztonsági elemeket be tudjuk építeni majd. A szakbizottsági ülésen kinyitottuk az ajtót, és ennek nagyon örülök, hogy Bór úr javaslatára tulajdonképpen utakat jelöltünk meg, és lehetőséget adtunk arra, hogy ezt regionális szinten döntsük el, hogy milyen utakat nyilvánítunk majd főutaknak. Ugyanis a regionális fejlesztések egyfajta evolúciót jelentenek, ami azt jelenti, hogy vannak jelenleg utak, amik nemzeti szint szerint főutakként vannak megjelenítve, de a regionális fejlesztések után ezek a jelenleg nem főút kategóriában szereplő útvonalak, viszont jobb, hogyha főútként szerepelnének, ezzel támogatva, egyfajta erősítést adva a közlekedésnek, amik mindenképpen hozzá kell, hogy segítsék a regionális fejlesztéseknek a teljes kibontakozását. Nagyon fontosnak tartom továbbá azt, hogy a hálózatszintű útfelméréseket mindenképpen megtegyük, és a megfelelő mennyiségű időt tudjunk biztosítani a hálózatszintű útfelmérésekre. Valami nagyon fontos az is, hogy a több nemzetiségi Európai Unióban jól érthető, széleskörben alkalmazott szabályok legyenek. A legtöbb gondolat szerintem, és az automatizált mobilitás stratégiája, az anyagomban elég sok gondolat jelenik itt meg, elég sok embernek megmozgatta a fantáziáját az automatizált mobilitás. Én azt gondolom, hogy önkormányzati szinten, hogyha előre nézzünk a jövőben, ez egy óriási lehetőség lehet a ritkán lakott településeknek, hogy kialakuljon az autonóm járművekkel egyfajta igény szerinti közlekedés, ami azt jelenti, hogy bármikor igénybe lehessen venni a közlekedést ahhoz, hogy a centrumokban, a központokban megjelenő szolgáltatásokat könnyedén el tudjuk érni. És a másik az, hogy az autonóm járművekkel tulajdonképpen megjelenik a mobilitásnak egy újfajta jellemzője, szolgáltatás lesz maga a mobilitás. És hogyha a mobilitás szolgáltatásá válik, akkor ez azt hozza magával, hogy tulajdonképpen a gépjármű tulajdonlás is megváltozik. És ha nem lesz ennyi gépjármű tulajdon és szolgáltatásá válik a mobilitás, akkor talán a városainkban felszabadulnak olyan értékes területek, mint jelenleg parkolók, és olyan utak, amiket nem igazából használunk. Ezt mindenképpen végig kell gondoljuk. Az önvezetési rendszereket harmonizálni kell. Jelenleg Európa ebben vezető szerepet játszik az önvezetési rendszernek a kialakításában, de nekünk, mint önkormányzatoknak szintén fontos feladatunk az, hogy megfelelő kísérleti projekteket indítsunk el, valamint tesztpályákat biztosítsunk a mobilitás, az autonóm mobilitásra. Az önvezetéssel a mobilitás racionálisabb lesz, és ez azt is jelenti, hogy olcsóbb is lesz. És az olcsóbb mobilitás azt is jelentheti, és erre is fel kell készülnünk a városainkban, hogy több lesz a forgalom, nagyobb lesz a forgalom. És azt is látni kell, hogy az önvezetés megjelenésével tulajdonképpen a városokban egészen más kihívásokra kell összpontosítanunk, mint vidéki területeken. Míg a városokban elsősorban okos járművekre van szükség és buta utakra, addig a vidéki területeken inkább okos utakra és butább járművekre lenne szükség.
És hogyha az anyagonak a harmadik pillérét nézzük, a EU on the move, a bizottsági közleményt, igazából itt két dolgot tudnék említeni, amivel vissza tudunk térni a bizottság eredeti célkitűzéséhez, az 2050-es nulla mortalitáshoz. A véleményem szerint az autonóm járműveknek a megjelenésével olyan elektroszmog alakulhat ki a városokban. Lehet, hogy közlekedésben kevesebben fognak meghalni, de az elektroszmog megjelenésével és annak egyelőre jelenleg nem látható hatásaival mindenképpen számolnunk kell. Nem tudjuk még azt, hogy az 5G igazából, és ezek a sugárzások mit is jelentenek az egészségére. Ez sűrűsödött városi területeken ez tulajdonképpen mit fog magával hozni. Az okos közúti közlekedés, a mesterséges intelligencia megjelenése a közlekedésben kevésbé szennyező közlekedést is jelent. Szóval a mesterséges intelligenciával lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a helyben termelt, helyben tárolt alternatív energiát fel tudjuk használni, jól tudjuk felhasználni. Én annyit szeretnék mondani még itt az anyaggal kapcsolatban, amit kaptam 19 módosítót. A 19 módosítóból a 12 R, ami a sajátom, és a 10-es R, ami szintén a sajátom, ezeket én szeretném visszavonni, ugyanis nagyon sok helyen a helyi és a regionális utalás megvan, és azt gondolom, hogy a bizottsági anyagot nem szeretném így érinteni, és azt gondolom, hogy így a 10-est és a 12-est pedig elvetném. Köszönöm szépen, elnök úr.